Tovább bombázta Rafahot az izraeli hadsereg a hágai nemzetközi büntetőbíróság felszólítása ellenére, hogy hagyjon fel a Hamász elleni hadműveletekkel a gázai övezet déli részén lévő városban, ahol közel 1,5 millió palesztin menekült húzta meg magát. A hágai bíróság Izraelt arra is felszólította, hogy nyissa meg a Rafahi határátkelőt a segélyszállítmányok előtt. Antony Blinken, amerikai külügyminiszter Benny Gantz izraeli miniszterrel folytatott telefonbeszélgetésében újra kifejezte ellenérzéseit Izrael Rafahi offenzívájával kapcsolatban, de kitértek a tűzszünet lehetőségére és a háború utáni rendezést illető elképzelésekre is. Az egyiptomi és szaudi közvetítéssel zajló tűzszüneti tárgyalások Izrael Rafahi offenzívájának kezdetével szakadtak meg. Szombat reggel heves harcok zajlottak a dzsabáliai menekült táborban is.